Zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel az újfehértói közösségi szolgáltatóház sokan a díszterembe sem fértek be. Nógrádi György előadását világpolitikával kezdte, a három nagyhatalom, az Egyesült Államok, Kína és Oroszország törekvéseit mutatta be. Az európai biztonsági helyzettel kapcsolatban elmondta a szerdai londoni merénylet elkövetője, annak ellenére, hogy az országban született, nem tudott integrálódni a többségi társadalomba, és sok ezer, tízezer emberrel együtt úgy érezte, problémájára csak a terror a megoldás. A szakértő szerint a jövőben hasonló esetekre kell felkészülnie minden európainak. Rendszeresek a merénylet kísérletek, csak ezt eddig a különböző elhárítások, a belga, a német, a francia, a skandinávok elhárították, most ez nem sikerült, és is sor került egy olyan merényletre, amivel tényleg senki nem számolt. Nógrádi György szerint a londoni merénylet nem változtatta meg gyökeresen az európai biztonságpolitikai helyzetet. Ez egy folyamat része, ez a folyamatban beleilleszkedik, Európának váltania kellene, schengeni külső határok kőkemény védelme és a gazdasági migránsok visszatoloncolása. Most jelzem, hogy Európa erre nem lesz képes. Rendkívül egyszerű, mert a Európai Unió 28-27 államának Nagy-Británia nélkül mások a nemzeti céljai, mások a céljai a migráns kérdéssel és mások a céljai határvédelemmel. Teljesen mások a portugál és olasz célok, teljesen mások a német és görög célok, így egy közös európai politikának a valószínűsége minimális. Simon Miklós országgyűlési képviselő szerint a londoni terrortámadás különösen aktuálissá tette ezt a fórumot, amelynek tematikája szerinte megegyezett a tavaly októberi népszavazás témájával. A választókerületben sokakat érdekel ez a probléma. Ugye október előtt a népszavazáskor is igencsak aktív közélet jellemezte a térségünket, úgyhogy az akkori kérdések ugye tovább gerjesztődtek, gondolok itt ugye a tegnapi terrortámadásra is, rengeteg kérdést vetesz fel mindannyiunkban, és örülök annak, hogy Nógrádi tanár úr megtisztelt bennünket. A fórumon szó esett az áprilisi törökországi népszavazással kapcsolatos európai politikai helyzetről és lehetséges következményeiről, a globális erőviszonyokról és az amerikai politikáról is.